Néz minket! Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak. Önök szerint kinek kedvez a magas részvétel majd a június 9-i választáson, ha ugyan magas lesz a részvétel? A Fidesznek vagy az ellenzéknek? Ez az a kérdés, amelyre önöktől várunk választ, de vannak még egyéb témáink is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélget. Az Elvec felmérése a Tisza pártot a legerősebb ellenzéki pártnak, közben folytatódik a vita a választási vitáról. A szakértők szerint a nagy pártoknak kedvez a magas részvételi arány a választásokon, a kicsik elvérezhetnek. 609 kölcsönzött munkavállaló szerződését szüntette meg az Iváncsai Akkumulátorgyár, a csökkenő kereslettel indokolták a leépítést. Gyócskán megdrágult a fuvarozás, ami az inflációnak is új lendületet adhat. A belföldi szállítmányozási költségek 16%-kal nőttek egy év alatt. Vendégeink Gál József, az LMP szóvívője, Ransburg Zoltán, a Republikon Intézet elemzője, Zamecsnik Péter, ügyvéd. Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs. Önök szerint tehát, jó estét kívánok, önök szerint tehát az ellenzéknek vagy a kormánypártoknak kedvez a magas részvétel, ha ugyan magas lesz a részvétel, most úgy néz ki, hogy igen. 18% a, a válaszadóinknak úgy gondolja, hogy a Fidesznek fog kedvezni a magas részvétel, 82% pedig úgy, hogy az ellenzéki pártoknak. Azért emlékeztetném önöket arra, hogy a 2022-es parlamenti választás előtt pontosan ugyanez volt a vélelem, és az eredmény az az ellenzéknek, ellenzékre nézve egy katasztrofális vereség lett. Ez csak egy leíró jellegű emlékidézés volt, nem tudjuk, hogy mi a június 9-én, de aznap este már tudni fogjuk. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok. Hogyha e, szeretnék egy picit tisztában látni, akkor arra nagyon jók a közvéleménykutatások, mert legalább a vitára okot adnak. Most az ÁVEC is készített egyet, nézzük meg, hogy a kampány mai napja, illetve a ma megjelent számok, azok mit mutatnak nekünk. unokái társaságában kezdte a keddi napot a miniszterelnök, hogy néhány órával később már tiszta új városban szólaljon fel a MOL rendezvényén. Kérem önöket, hogy menjenek el, és álljanak ki a béke mellett, segítsenek elzavarni a brüsszeli háborús héjákat. Ez nélkülszetlen feltétel annak, hogy az, az iparpolitikai építkezés, amit 14 évvel ezelőtt elkezdtünk, folytatódhasson és Magyarországot valóban Európa egyik legvirágzóbb országává tegyük. Mi történt most 34 év alatt? Hány állami önkormányzati épület épül, vagy leépült? Magyar Péter a Zala megyei Sőtörön, Deák Ferenc szülőházánál az elmúlt évtizedek elvesztegetett lehetőségeit rótta fel az ellenzéknek és a kormánynak. Hogy végre Magyarország nem a be nem váltott ígéretek földje lesz, minden adott volt ehhez. És ahelyett, hogy ezt elhozták volna, 20 év alatt és 40 ezer milliárd forint után hazánk az Európai Unió második legszegényebb országa lett, és hivatalosan is a legkorruptabb. Közben Gyurcsány Ferenc Facebook posztban ment neki Magyar Péternek, mint írja, kérdezni csak neki tetszőt lehet, de leginkább a gyönyörűségtől elalélva imádni, közben esetleg csurgónyállal bólogatni szabad, sőt, ez az elvárás. Az EP választásról pedig friss felmérést közölt a Závesz Research. Az RTL megbízásából készült kutatásból az derült ki, hogy a biztos választók körében a Fidesz KDNP 39, a Tisza párt 26 százalékot ér el, a DK MSZP párbeszéd listája pedig 17 százalékot. A... Ugye, ja, egyrészt hallottuk a miniszterelnököt, aki arról beszél, hogy a brüsszeli háborús héjákat kell elzavarni. Van egy olyan emlékem egyébként, hogy Oroszország háborúzik, de ezt a részét most hagyjuk a dolognak, mert igazából nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy virágzó országot lát. Orbán Viktor abban az esetben, hogyha a brüsszeli háborús héjákat sikerül elzavarni. És a DK reakciója az még az érdekes. Nagyon sokat, aránylagos saját magukhoz képest nagyon sokat költenek arra, hogy magyar Péterrel kapcsolatos ellenérzéseket szülő posztokat reklámozzanak, és most már Závec is fölzárkózott a többi közvéleménykutatóhoz abban a tekintetben, hogy náluk is előzi a Tiszapárt, a DK-t, illetve a DK-val fémjelzett összefogást. Mire számítsunk június 9-ig? Hát talán, ha. ha, ha, ha Vannak saját eredményeik a Republikonnak, tudom. A de Republikon de is nem az az, akart akart, az érni, a mai. Csak, hír. A, csak általában a közvéleménykutatásokról azt gondoltam, hogy annyit azért a tisztesség tegyünk hozzá. Hogy a közvéleménykutatásokra mindig igaz az, hogy egy pillanatnyi állapotot tükröznek, az, hogy egy-két héten belül akár egymásnak ellentmondó kutatások jelennek meg, ez nem jelenti azt, hogy bármelyik közvéleménykutató rossz munkát végezne, hogy szakmailag megkérdőjelezhető lenne a tevékenysége. Ez békeidőben is így van, de egy olyan felfordult politikai helyzetben, mint amilyen a mai magyar helyzet, ez teljesen, teljesen érthető. Én azt hiszem, hogy a közvéleménykutatóknak rettenetesen nehéz dolgok van. Egy kampányidőszakban mindig, de egy olyan kampányidőszakban, amiben egy teljesen új politikai szereplőnek, a teljesen új, eddig még, még tulajdonképpen nem látott típusú megjelenését kellene valahogy, mérni egy, egy, már régóta létező és, és, intézményesült kormányzati és ellenzéki oldal mellett. Az egy, az egy, különösen nehéz helyzet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt inkább azt, azt érdemes nézni, hogy tényleg, ahogy, ahogy mondta is, hogy, hogy felzárkózott az elvetsz felmérés a többiekhez. Tehát itt egy trend látszik, az látszik, hogy Magyar Péter és az ő pártja határozottan egy felfelé ívelő görbén mozog, amíg a többi ellenzéki pártról ez legalábbis nem mondható el. Mindenkinek van vesztenivalója, valója mondjuk egy három-négy hónappal ezelőtti időszakhoz képest. Egyedül a Tisza pártnak nincs. Hát ők bármilyen eredményt elérnek, az a nullához képest plusz. Így van, de mi azt látjuk pont, hogy a kampányból még három és fél hét van hátra, és minden szavazó tábor megpróbál lezárni a maga a politikai ajánlója. Tehát, hogy a Fidesz-tábort is zárják. A DK is ugye azért költ sokkal többet a Magyar Péterre, mint saját magára, mert hiszen ők is zárják a tábort, hogy mondhatnám képletesen, hogy ne szivárogjanak ki onnan a szavazók, és ezt csinálja mindegyik oldal jelen pillanatban, mert Magyar Péterben nagyon sokan látnak egy olyan fajta politikát, vagy én inkább személyesen azt gondolom, hogy ő csak kimondja azt, amit egyébként az ellenzéki pártok mindig is kimondtak, csak valahogy van hozzá egy új arc, hogy egyszerűen itt, itt, a, itt a pártoknak már a szava, az új szavazó megszerzése sokkal nehezebb, mint a meglévő megtartása. De mi azt jelenti, hogy Magyar Péter offenzív, az összes többi defenzív? Nagyon egyszerűsítve. úgy így van. Ügyvéd úr? Nem, nem bántanám én a ezeket a kutató szervezeteket, de az utóbbi tíz évben, vagy még többen is soha nem jött be, amiről ők beszéltek. Tehát ezt láthatjuk a választási eredményeken. Nem tudom, valóban június 9-én majd eldől. Na most, ami a Tisza pártot illeti, én lehet, hogy, hogy mondjam, tudatlan vagyok, de a mai napig nem tudom, hogy mit akar Magyar Péter. Tehát, hogy mit szeretne erre azt szokta válaszolni, amikor ezzel Igen. a kérdéssel szembesítik, hogy a különböző fórumokon, amerre jár az országba, ott mindig számos szakpolitikai elemet elmond. Itt van például, csak, hogy amit eszembe jut a családi pótlék megduplázása, vagy az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás. Ezek nagyon jó hangzanak, de ezt nem ő találta ki, és nem ő mondja először. Hát, ez ezt lehet. mondja az ellenzék nem tudom, én hány éve. És azért ne felejtsük el, hogy Magyar Péter honnan jött. Ez azért egy alapvető dolog. Én eleve nem vagyok híve a kabátot cserélő, már a kabát színét cserélő embereknek, mert azért ilyen előfordul a mi életünkben, de továbbra sem tudom, hogy amikor hívja a liberálisokat, meg hívja a konzervatívokat, ez hogy jön össze. Tehát ez egész egyszerűen itt egyfajta Fidesz-ellenesség, az rendben van, ezzel nincsen problémám. Tehát egy protest hangulat van. És talán az lehet az újdonság, hogy az emberek körében, hogy most egy belső ember mondja ezt, amit eddig úgy, ahogy Szóvivő úr mondta, ezt eddig az ellenzék is mondta, tehát ebben semmi újdonság nincs, csak most ezt egy olyan ember mondja, aki belülről jött, és aki élvezte ennek a nernek a különböző ez adja a hitelességét Az a kérdés mondta, számomra, hogy amikor érteni akarjuk ez az elcsépett szófordot a Magyar Péter jelenséget, akkor Magyar Pétert kell érteni, vagy az ő támogatókat kell érteni? Szerintem a támogatóit kell megérteni, és pont az előző két példa, családi pótlék megemelése duplájára, ezt ugye az LNP is mondja, csatlakozás a, az ügyészséghez. Igen, de hát ezek olyan dolgok, amiket a Magyar Országgyűlés dönt el, és június 9-én nem a Magyarország gyűlést választjuk meg, pont ellenkezőleg az európai parlamenti képviselőket választjuk meg, és az önkormányzati képviselőket választjuk meg. Tehát itt is van egy érdekes jelenség ami nem egyedi, és nem teljesen magyar Péterhez köthető, de hogy, de hogy nincs nagyon szó azokról a témákról, amikről valóban döntés fog születni. Sem az önkormányzati, sem az európai parlamenti szinten. E. Itt csak mondjuk Vitézi Dávidot hoznám be, aki szerencsére beszél azért budapesti szakpolitikai dolgokról, mert különben az még Budapesten sem lenne. Az így, önök így szerencséjére így van. is így van, mert hogy különben Vitézi is húzza. Így, így van, és különben Budapesten még erről sem lenne szó, hanem csak gyurcsányozás, meg Orbánozás lenne. Hát a, bocsánat, az a helyzet, hogy ugye Magyar Péter gyakorlatilag azért tűnhet föl, hogy mondjam, agresszívabbnak, vagy, vagy erőteljesebbnek, mint a Fidesz, mert a Fidesztől semmi más nem halunk, háború és béke és most nem tolsz, hogy művére gondolok. Tehát egyszerűen nincs kampányuk. Ez nem kampány, hogy aki a háborúra szavaz, meg a dollár baloldal, meg én nem tudom milyen egyéb otrombaságok, hiszen azért ha nagyon csöndbe és nagyon halkan megnézzük, aki orosz párti, az a háború párti, mert ezt a háborút nem Ukrajna indította. Márpedig a magyar kormány, meg a Fidesz az orosz párti. Tetszik, nem tetszik. Kérdésünk tehát úgy szól önökhöz, hogy kinek kedvez majd a magas részvétel. Ezt a Facebookon is feltettük, és mindjárt megnézzük, hogy önök hogyan reagáltak rá. Szóval az adásban meg fogjuk majd még nézni, hogy önöknek mi a válasz arra a kérdésre, hogy vajon az ellenzéknek vagy a kormány oldalnak fog kedvezni a magas részvétel, ha magas lesz a részvétel, egyelőre úgy tűnik egyébként, hogy a részvételi hajlandóság nő. És a Facebookon föltett kérdésünkre vártuk az önök kommentjeit is, de az Ávesz kutatáshoz kapcsolódó Facebook posztunk alatt is voltak kommentek. Ezekből szemezgetünk most, nézzük. Tehát, hogy kinek fog kedvezni egy esetleges magas részvétel, az ellenzéknek mondja az egyik kommentelőnk. Van olyan kommentelő, aki Annyit mondott, hogy nem kérdés, hogy kinek fog ez kedvezni, de a választ azt nem adta meg úgy, hogy ebből ne nem ettünk sokkal okosabbak. Nyugtával dicsérd a napot, valaki óvatosabb és szintén nyitva hagyta a kérdéssel kapcsolatos választ. Azt olyan hozzászólásunk is volt, aki úgy fogalmazott, hogy sok ellenzéki párt előre iszik a medve bőrére. 2022, talán ezt vissza lehet idézni, mint hogy ezt már megtettük ma. És sok-sok magyar embernek elege van és új erőre vágyik. Íme, itt a változás, árad a TISZA. Így is fogalmazott az egyik kommentelő. Nem mondom, hogy ezek reprezentatív vélemények, és egy az egyben tükrözik mindazt, amit az emberek gondolnak a napjaink politikai eseményeiről, de ebből tudtunk válogatni. Egyébként biztatom önöket, hogy ennek önök is a Facebook oldalunkon a kapcsolódó témákhoz szóljanak hozzá, ismertetni fogjuk ezeket az aktuálban. Nos, látszik egyébként, hogy széttartóak a vélemények, és nem csak azért, mert hogy ilyen tendenciózusan válogatunk, nyugodtan kukkantsanak oda, és meglátják önök is, hogy egyáltalán nem egyöntetű azoknak az álláspontja sem, akik a képernyő túloldalán találkoznak ezekkel az eredményekkel. És akkor visszakanyarodunk ahhoz a kérdéshez, hogy elsősorban az embereket, a választókat kéne érteni. Ezt lehet-e közvéleménykutatási eszközökkel mérni? Bizonyos szinten biztos, hogy lehet, de még egy, egy mondat erejéig csak vissza akartam kapcsolódni, amit, amit ügyvédő mondott, hogy arra célzott, hogy, hogy, hogy Fidesz ellenes hangulata van Magyar Péter Körül és az ő Fidesz ellenessége az, ami, ami, összekapcsolja az ő támogatóit. Ez részben igaz, de az ellenzék ellenessége is, és az is fontos. És azért én például, ha már a választók megértéséről beszélünk, azt gondolom, hogy az mindenképpen hozzátartozik ez hogy azt is belássuk, hogy nem csak a Fidesz-szel szemben szavazók, vagy potenciális szavazók azok, akik most Magyar Péter támogatják, hanem azok is, akik azt mondják, hogy 14 éve keressük a lehetőséget arra, hogy ennek a, ennek a, a kormányzatnak valahogy a gyenge pontját megtaláljuk. Az jelenleg létező intézményesült ellenzékkel ez nem sikerült. És nem biztos, hogy nekünk Magyar Péter annyira szimpatikus, nem biztos, hogy, hogy vagy jobb oldaliak vagyunk, attól most függetlenül attól, hogy mi minek tartjuk Magyar Pétert, vagy ő minek definiálja, miként definiálja magát, de azt a lehetőséget látják benne, és én azt gondolom, hogy az a különleges képessége az ellenzék többi részéhez képest, az pont az, hogy nem csak a fidesz szemben kritikus szavazókat tudja megszólítani, hanem az ellenzékkel kritikus szavazókat is. És hát nem látjuk azt a nagyon szerencsétlen, már nyilván a résztvevők szempontjából szerencsétlen konstellációt, amit látunk 2022-ben, hogy Márki Zaj Péter úgy volt az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje, hogy az ő egyik meghirdetett politikai programpontja és az volt, hogy az ellenzéket is le kell váltani. Tehát ott az nyilván abban már nagyon nehéz volt azonosnak maradni. Nem látjuk, hogy ezt a politikai hibát elkövetné Magyar Péter jelenállás szerint. E, és hogyha már 22-es országgyűlési választás, ugye ott egy darab ajánlat volt az ellenzékieknek, és nagyon elhibázott ajánlat az összefogás, hogy az aztán mindenre megoldás lesz, láttuk, hogy nem az, tehát, hogy úgy nem lehet meggyőzni az ellenzéki szavazókat, vagy nem lehetett meggyőzni, hogy semmilyen konkrét ajánlat nem volt, ha volt is, akkor is az tízszer át lett írva, mert Márkizai Péter is bekerült a képbe, és nem tartotta teljes ellenzék önvizsgálatot 22-ben. Az LMP az úgymond, én azt gondolom, hogy tartott, és mi őszintén próbáltunk távolodni ettől a csapattól és önálló zöld politikát képviselni. A de mi, is mi csinál? próbált emlékezni, hát a Donáton a dolgozatra, amivel rárukta az ajtó Gyurcsány Ferencre, és nagyjából kijelölt a momentumnak azt a pályát, amit most úgy tűnik, hogy Magyar Péter játszik be. Így van, hol van a momentum? Mit mondtak az elmúlt egy héten? Vagy, vagy, vagy mi történt, hogy a DK-MSZP párbeszéd újra összeállt? Tehát, hogy van itt valamilyen konkrét ajánlat, hogy ők milyen országot akarnak? Nincs. Tehát, hogy megint a matekozás, meg az ilyen taktikázás meg, és az ellenzéki szavazóknak ebből lett valószínűleg. Az ÁVC és egyébként a Republikon, meg egyéb mérések szerint is bármennyire is úgy néz ki LNP hogy, hogy csak egy ilyen matekozás, amiből elege van, egyelőre ezzel a DKMSP párbeszéd lényegesen jobb eredményeket tud felmutatni, mint az LNP. Így van, nekik ugye nagyob, nagyobb, a bázisuk, de hogyha az závesz felmérést nézzük, akkor 150 ezer szavazót jósol az LMP-nek, az LMP 75 ezer szavazó, az lmp 75 ezer szavazója volt a 2019-es választáson, annyian szavaztak az lmp re az ilyen 2,9%-ra volt elég, 2,09%-ra, hogyha ez most megduplázódik, nyilván a nagyobb részvétel miatt ez százalékosan ö, nem fog akkor átugrani, de hogyha így hasonlítjuk össze, akkor szerintem van az önálló zöld politikának igenis talaj a Magyarországon. Igen. Nézzük meg, Euróbarométer felmérés is készült, és ebből a szempontból most egy olyan részeredményre fókuszálnánk, ami a fiatalabbaknak a választási hajlandóságait mutatja ide vonatkozóan. Meg tudunk nézni egy grafikont, hát ne higgyék azt, hogy annyira kusza, mint ami ennek kinéz, minden esetét az országokat sorolja föl, ez az Európai Uniós országokat sorolja föl a felmérés, és jobbról a negyediket nézzék, az ott Magyarország elmegy szavazni a 15 és 30 évesek közötti, hát most nyilván Magyarországon praktikusan 18 és 30 év közöttieknek, az 51 ez a zöld csík, ez nem számít magyar összevetésben rossznak, de teljes Európai Uniós összevetésben nem számít olyan túlságosan jónak, sem Romániában azt mondják egyébként a fiatalok, hogy 78 százaléknyan fognak elmenni szavazni, ott azért lényegesen Nagyobb az aktivitás, mint Magyarországon, Magyarország hátulról a negyedik ebből a szempontból, hogy a fiatalok azok mennyire érzik aktívnak magukat ebben a kérdésben. És a mérések azt mutatják egyébként, hogy éppen a fiatal korosztályban lehet erős Magyar Péter, ott még a Fidesz is veri, egyébként a jobban képzettek között is veri a Fidesz, legalábbis az Ávec kutatásból ez derül ki. Európai összevetésben ezt hogyan értékeljük? Hát, mint minden más, ott a sor végén. Tehát ez az 51 százalék, ez így nagyon szépen hangzik, meg érdekes, és valóban ugye az alapkérdésre, hogy akkor ha többen mennek el szavazni, akkor ez kinek jó, és különösképpen a fiatalok kire fognak szavazni, de én egy picit szkeptikus vagyok, ezt meg kell, hogy mondjam. Tehát, Mármint, hogy meg lesz ez az 51 százalék a fiatalok között? Igen, igen. Mert hát csomó más egyéb program is lesz június 9-én, az egy szombati nap, ha jött, de Bosán, lehet, hogy vasárnap, bocsánat. Úgy, akkor hogy, ki kell pihenni a akkor szombatot. Akkor szombat estét, pontosan erről van szó. Szóval várjuk meg azt a, a június 9-ét, vagy 10-ét, amikor összesítik, és akkor vessük ezt el össze, de azért az a politikai aktivitásról valamit mond, hogy ott kullogunk a sor végén. Mi a jellemző mérések alapján, hogy akik előre azt mondják, hogy elmennek szavazni, ez al alatta szokott maradni, vagy van, amikor meghaladja, mégis többen mennek el, mint ahányan azt mondják, hogy elmennek? Hát ez borzasztó bizonytalan, és most pont amiatt, amit az elején is kiemeltem a, a, beszélgetésünknek. Ez is pillanatkép. Tehát ez is egy pillanatkép volt. Igen, és, 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 és ami pedig háromszor aláhúznék nagyon vastagon, az az, hogy, hogy ilyen politikai helyzetben, mint a mostani, még nem voltunk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezt még korábbi eredményekkel sem érdemes tulajdonképpen összevetni. Ö, ö, rögtön, amikor a, a kérdést felmerült, akkor akartam rá reagálni, csak aztán rájöttem, hogy ez nem nemzetközi összevetés, de ha csak Magyarországon belül nézem, és nem európai viszonylatban ezt a, ezt a magyar környezetben magasnak számító 51%-os előrejelzett részvételi szándékot a fiatal szavazók részéről. Én azt hiszem, hogy, hogy ez nagyon nagy részt magyar Péternek szól, és annak szól, hogy, hogy, hogy az ő közösségi médiás jelenléte az, az például egészen speciális. Én azt hiszem, hogy ha valaki elemzőként, kutatóként magyar péter szociális közösségi hálós jelenlétével szeretne foglalkozni, ez gyakorlatilag egy főállást egészen elképesztő aktivitást mutat be a Facebookon, és más közösségi csatornákon is. És én azt hiszem, hogy. Ez, ez hatékonyan egy... csinálja, ha Nagyon hatékonyan csinálja, és van egy természetessége annak, ahogy ő ezt csinálja. Tehát nem egy. Na, ugye, ma már sokat beszélünk arról, hogy sikeresen mobilizál, és egyébként valóban nagy. nagy nagy tömegben tud embereket az utcára is vinni, de ez a második lépés volt. Ő az online térben kezdte, tehát neki ez, ez volt az elsődleges terepe a harmadik lépcsőfok hátra van. Sokan kételkedtek abban, hogy az online népszerűség az az utcára kivihető és az utcai népszerűség az pedig a szavazó fülkébe bevihető Június 9-én este meglátjuk önök szerint, kinek kedvez a magas részvétel, ha magas lesz a részvétel. A Fidesznek vagy az ellenzéknek így szól a mai kérdésünk, és még van egy bő órájuk, hogy szavazzanak, nézzük, hogy jelenállás szerint önök hogy vélekednek erről. 17% -a, a válaszadóinak úgy gondolja, hogy a Fidesznek kedvezne egy magas részvétel, 83% szerint pedig az ellenzéki pártok ...nak. Maradjanak velünk! Kinek kedvez a magas részvétel? Ha ugyan magas lesz a részvétel, június 9-én így szól a mai kérdésünk. Nézzük, hogy a szünet alatt önök mire jutottak. Maradt nagyjából ugyanaz az arány, mint eddig. 17% -a, a válaszadóinknak úgy véli, hogy egy magas részvétel június 9-én a Fidesznek kedvezne, 83% pedig úgy, hogy az ellenzéki pártoknak. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Vendégeim a stúdióban továb továbbra is zamecsnik Péter ügyvéd. Rasburg Zoltán, a Republikon intézet elemzője, valamint Gál József, az LNP szóvivője, velük folytatódik tehát az aktuál, illetve azzal a témával, ami majd a pénztárcánkba vág, mint minden természetesen, lehet, hogy egy kegyelmi időszaknak vége van. Nézzük meg, hogy miért lehet esetleg erre következtetni. A kamionok rendületlenül róják az utakat, a szállítmányozás pedig rendületlenül drágul. Ezt mutatja a legfrissebb közúti forrozási árindex. Az elemzés szerint negyedéves alapon 8, míg éves összevetésben 16%-kal nőttek a belföldi forrozás költségei a drágulást számos tényező füti. A bérek és leasing nőttek, mint ahogyan a használat arányos uddi is, miközben a fizetős utak száma is bővült. A fuvarozók 5-6 százalékot hárítottak át eddig a költségeiből. 15-20 százalék környékén tudnánk elképzelni a számok alapján, hogy ennek kéne megjelenni a fuvardíjakban. Ez viszont nem tartja reálisnak a magánvállalkozók nemzeti fuvarozóipartestületének elnöke. Dittelgábor úgy véli, a szakmát az is megütheti, hogy várhatóan idén sem lesz rózsás a gazdasági helyzet aminek persze lesz olyan következménye is, hogy bizonyos vállalkozások nem biztos, hogy kibírják ezeket a kihívásokat, és számolunk mi azzal is, hogy csökkenni fog a piacon lévő közvozóknak a száma. Az elszálló költségek végül minden bizonyal a vásárlókon csattannak. Ez 0,5-0,9 a növelheti az élelmiszerinflációt a következő 12 hónapban, legalábbis az akrár közgazdás szerint. A termékek viszont várhatóan nem egységesen drágulnak. Ugye most a legfrissebb adatokból az látszik, hogy a 14 hónapja tartó infláció csökkenés, nem az árak csökkentek, van ahol igen, egyébként vannak olyan termékek, de hát az áremelkedés gyorsulása az kevésbé jelentős, mint amilyen volt eddig, szóval megtorpant, ami megint csak egy pillanatkép, erre nem állítjuk még azt, hogy tendencián jó néhány hónapnak kell eltelnie, ahhoz, hogy ez tendenciaként legyen értelmezhető. Minden esetre azt egyre többen mondják különböző ágazatokból, hogy a költségek oly mértékben növekednek, hogy ez nem lesz jó hatással az inflációra, ez a tartós csökkenő pálya, ezt lehet, hogy erre a szezonra el lehet felejteni, már most itt a 2024-es teljes évet értem, megértik az elemzők, de éppenséggel arról beszélt a népszavának adott interjújában Parra László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnök, és aki itt volt egyébként nem régiben a, az egyenes beszédben, ne gondnál. Szóval ő arról beszélt, hogy a vártnál lassabb lesz a Kilábalás. Ezzel állnak szembe természetesen a kormányzati húrá optimista megnyilatkozások, amelyeket az elmúlt években is hallhattunk. Mire számítsunk? Hát, hogy mondjam, az elmúlt időszakban valóban így van, egy hurrá adott hangot vagy lehetőséget a kormány propaganda. Most a KSH, hogy milyen adatokat közöl, ez már többször bebizonyosodott, hogy a magyar KSH és a nemzetközi KSH között lehet, hogy különbözőségek vannak a metodikát illetően, de a számokat illetően is. De, ami ennél sokkal fontosabb, az átlag magyar állampolgár ebből egy fillért nem érez, már abból, hogy itt bármi csökkenne, mert kimegy a piacra, elmegy a zöldségeshez, vagy bárhova, egyéb helyre, hentesed, és nem látja azt, hogy olcsóbb lenne. Most ebben a szállítmányozásban drágult, rendben van. Ugye egy dolog kimaradt az okok közül, az a magyar kormány adópolitikája. Szóval az egyszerűen nevetséges dolog, hogy nálunk egy liter benzin vagy gázolaj árába mennyi az adótartalom. Már erre és azt mondani, a kormány, hogy máshol is nagyjából a felét teszik. De engem nem érdekel, hogy már, már bocsánatot kérek szépen, majd a kormányt érdekli, akkor menjenek ki és éljenek ott. De itt egyre itt él ebben az országban elég sok ember, és minket a mindennapi életünk érdekel. Most következés, amikor felszólították ugye az üzemanyag szolgáltatókat, hogy vigyék lejjebb az árukat, saját magukat elfelejtették felszólítani abban a tekintetben, picikét vigyük lejjebb az adót, ami egy liter üzemanyagban van. Mert, de ez érdekes dolog, de mindenki megérti, az árunak el kell jutni a fogyasztóhoz. Egy, jó Isten nem tudja oda küldeni, Mikulás csomagba sem megy, oda kell szállítani. Ha viszont oda kell szállítani, ez pénzbe kerül. És akkor itt jönnek az egyéb okok, amelyek a riportban is megnyilvánulnak. Meg Talán olvasták, hogy találkoztak azzal a hírrel, a gazdasági kormányzat reagált a benzinkutasoknak a felszólalására, akik ugyanazt, amit ügyvéd úr is az imént említett, felvetették, hogy nagyon magas az üzemanyagnak az adótartalma, és talán azt is csökkenteni kéne. Erre a gazdasági kormányzat válasza az volt, hogy a kormány a magyar emberek érdekeit nézi, és jót tennék a benzinkutasok, hogyha ők is így cselekednének, és nem csak a gátlástalan profithajhászás bezérelni őket. Ez volt a válasz. Jó, hogy az üzemanyagról beszélünk, mert. Több tíz forintot csökkent az üzemanyag egyébként az elmúlt hetekben, tehát azért é. tegyük hozzá. Hogy hát milyen jó lenne, hogyha a kormány például a helyben megtermelt árúnak a szállítását támogatná, úgymond, és, és inkább azokat az embereket támogatná, akik helyben termelnek, és azt az árut kellene szállítani, és nem mondjuk Spanyolországból paradicsomot Magyarországra, lehet, hogy már eleve a szállítási költség kiesne ebből a szempontból, és milyen jó lenne, hogyha a kormány nem bezárná a vasútvonalakat, hanem fejleszteni a vasutat, hogy ne kamionon kelljen a rengeteg árut szállítani, hanem adott be, hogy kínai, kínai, forrásból itt épülni fog az infrastruktúra Magyarországon. Én, ez kicsit olyan, mint a fővárosi Nek kampány, hogy mindig valamit bejelentenek, hogy lesz valami, aztán sosem LMP semmi. én az ő helyébe jobban örülnék ennek, én, a örülök, én örülök neki, csak annak is örültem volna, ha nem zárják be a szárnyvonalakat, de még egyszer mondom, ami a legfontosabb, és mondom, a következő témánál is beszélünk erről, hogy alig kapnak a hazai KKV-k támogatást a kormánytól ahhoz, hogy a termékeiket Magyarországon értékesíteni tudják, és ez mind kihat arra, hogy magas üzemanyagárakon messziről hozzuk ide a termékeket, amiket utána 27%-os áfán megvesznek a magyar vásárlók. Na, van az esetben, hogy az infláció csökkenés az nem folytatódik, már pedig egyelőre úgy tűnik, hogy legalábbis az, az legfrissebb adatok alapján nem, hanem ismét lesz egy növekedési pálya. Az már megmutatkozhat-e június 9-én. három és fél hét van hátra, szóval olyan nagyon ez nem fogja beteríteni valószínűleg a, az embereket. Én azt gondolom, hogy június 9-én még nem. Az, ez még egyszerűen ehhez, ehhez, ehhez korán van. Június 9-én megmutatkozhat az előző másfél-két év gazdasági teljesítménye, ahogy a, a, egyébként a Fidesz támogatottságán meg is mutatkozik, látszik is. Tehát már a kegyelmi botrány kirobbanása előtt egy Határozott lejt volt a Fidesz, és arra jött rá az a, az a visszaesés, ami, ami Novák a lemondása után történt, tehát azért az, hogy, hogy, hogy a tavalyi év és az, már az az előtti év is milyen, milyen inflációt és milyen gazdasági nehézségeket hozott, az megmutatkozott a kormány támogatottságában. Én azt gondolom, és nyilván ennek a, a, az egész szállítmányozási díjemelkedésnek és magának az inflációnak is van egy gazdasági olvasata, de van egy politikai olvasata is. A Fidesz egyik legfontosabb üzenete a kevésbé elkötelezett Fidesz szavazók számára, akik nem Orbán Viktor személye, vagy a Fidesz számára identitásképző politikák miatt választották a, a, a kormánypártokat, az nagyon régóta az, hogy lehet, hogy nem értesz velünk feltétlenül mindenben egyet, lehet, hogy sok mindenben eltér a véleményünk de egyet tudunk, mi kormányozni tudjuk ezt az országot. Nézzetek rá az ellenzékre, széttartó, szétesett, széthullad, mi viszont legalább tudunk kormányozni, mondja ezt a Fidesz, és sokan választják ezért a Fideszt. Szám... Ha nézzünk a palettára, azért valóban azt látjuk, hogy az, a Fidesz úgy, ahogy van intakt. Azok a dolgok, amiket meg az ellenzékkel kapcsolatban el lehet mondani, látjuk, hogy számos kerületben vagy önkormányzatnál, hogy egészen eltérő összeállításban indulnak együtt, vagy esnek egymás torkának. Természetesen az ellenzék sokat tett azért, hogy az az állítás működjön a, a, a választóknál, tehát ez nem véletlenül működik, de ebben az állításban a gazdasági legitimációnak nagyon fontos szerepe van, és tíz évig, vagy több mint tíz éven keresztül nagyon fontos szerepe volt, és ez inog meg, és ez inog meg, és ez látszott már a tavalyi évben is, és többek között ez az egyik oka annak, hogy a Fidesz jelenleg politikailag bajban van a gazdasági teljesítmény elmaradása miatt, és hogyha az inflációs javuló tendencia, vagy kevésbé romló tendencia megáll, és újra növekedni kezd az infláció, az további politikai problémákat is tud majd még azt gondolom okozni. Na most Matócsi Györgytől tudjuk korábbról, persze az elmúlt időszak azért az nagyon viharos volt, a gazdasági pénzügyi szempontból is, a költségvetési szempontból is, árfolyam szempontból, infláció minden szempontból, önökhez pontosan érzik nap mint nap. Szóval azt mondta Matócsi György a korábbi időszakra, hogy az a, a, magyar gazdaságnak egy arany kora. Volt, egy arany évtizede volt. Ez egybeset azzal, hogy egyébként ömlött az uniós pénz Magyarországra, ez most kevésbé jelenthető ki. Bár még azért, talán ezt nem tudják, pedig higgyék el, így van, még mindig több uniós pénz jön Magyarországra, mint amennyi innen az unió volt. Tehát pluszos a, a saldo Magyarország szempontjából jelen pillanatban is. Ezzel együtt nagyjából megmutatkozik az, hogyha nem jön egy ilyen nagyon-nagyon jelentős input külföldről, tulajdonképpen ingyen pénz, hogyha úgy tűnik, akkor a magyar gazdaság önerőből a környékbeli versenytársakhoz képest hogyan muzsikál, ezt kívánja ellensúlyozni a kormány a keletről érkező működő tőkének a bevonásával. Egy dolgot ne felejtsük el, a keleti multi idejön befekteti a pénzét, Magyarország még ad hozzá több száz vagy ezer milliárd forintot, aztán utána megtermeli a termékét, eladja külföldre zömmel, és a profitot megkiviszi ugyanúgy, mint minden multi. Az uniós utalások, azok viszont közvetlenül egyébként a magyar kormány által felügyelt módon kerülhetnek be a magyar gazdaságba. Szóval mennyire váltja ki a működő tőke az uniós felzárkóztatási támogatást? Nekem ez ilyen alma-körte viszonynak tűnik. Hát én nem tudom, egyet látok, hogy 2004 óta mérhetetlen mennyiségű pénz érkezett Magyarországra az Uniótól. Nagyon sok pénz. És nem arra használta föl a magyar kormányzat, amire kaptak. Mert nagyon sok faluba épült ilyen körforgalom, meg világos, nem tudom én, falvak és egyebek, meg játszótér, lomkoron, a sétány és egyebek, de nem erre jöttek ezek a pénzek, és a ugye amit sokszor hangozhatnak, és hát Magyar Péter is ezen lovagol, hogy itt igen magas a korrupciós ráta, és ezek a pénzek kézen közön eltűntek, és hát egyének gazdagodását vagy jólétét szolgálták. Tehát ez egyszer egy probléma. Most, hogy megfordul az irány, és nem nyugatról jön majd a pénz, hanem keletről, ugye, mert keleti nyitás, ezt valami, valaki egyszer kitalálta, és azóta ezen lovagol a kormányunk, nem mindegy, hogy melyik pénzt nyúljuk le, a nyugati pénzt vagy a keletit, ugyanoda fogunk jutni. Az a probléma, hogy nincs olyan sok tőke, szabad tőke, amit le lehet nyúlni. Most akkor keletről várunk, aztán, hogy mit hagynak itt, meg mit nem, az egy másik kérdés, meg hogy a kínaiakkal való üzlet az mérjó, ez egy harmadik kérdés, de én úgy gondolom, hogy... Tudod, a futunk, a labda majd fog hát, pattanni, de, ugye nem ott a vélhe, boso, hanem a ahol... vél, Vélhetően igen, csak egyetlen egyet felejtenek el a magyar politikusok, hogy Magyarország a világpolitikában nem egy jelentős tényező. Tehát rá kéne nézni a térképre, és akkor kiderülne, hogy hol álljunk. Ha viszont azt nézzük, hogy Magyarországnak van egy olyan terméke kelet felé, ami nem kis jelentőségű egy keleti befektető számára, nevezetesen az, hogy az unió belső piacához hozzájut az, aki Magyarországgal megállapodik, és nem egy esetleg mondjuk komplikáltabb vagy nagyobb érdekérvényesítő erővel rendelkező német kormányjal vagy francia kormányjal kell megállapodni, hanem egy olyan kormányjal, amely egy olyan országot vezet Amelyiknek a lakossága az fele akkora, mint egy kínai városnak, a GDP-je harmad akkora, mint egy jól menő kínai városnak. De nyilván itt mások az erőviszonyok, az uniós piac viszont Magyarországon keresztül is adott, nem kell Párizsal megegyezni. És ami még kell a kínaiaknak, az a <coughs> nagyon gyenge magyar, környezetvédelmi szabályozás például, tehát hogy úgy építenek gyárat, úgy telepítenek ide akkumulátorgyárakat, hogy szinte nem kell megfelelni a környezetvédelmi előírásoknak, és ha büntetést kell fizetni, akkor az a legkisebb töredékének a töredéke, mint amennyi árbevételt ezek a gyárak évente megtermelnek, tehát hogy náluk ez az előny, hogy itt amellett, hogy a profitot kiviszik, a szennyezést, és a tönkretett természeti környezetet hagyják Magyarországon. És ez is egy nagy, nagy baj, hogy, hogy Magyarország tízszer kiszolgáltatottabb most a, a külföldi, a, a globális gazdasági folyamatoknak, mint volt az Orbán kormány előtt. Mert nézzük meg, hogy amint például az autóipar egy kicsit megbicsaklik, Magyarországon elbocsátanak több száz embert azonnal, mert, mert, egyszerűen, így, mert, mert egyszerűen annyira kinyitotta Orbán Viktor az egész gazdaságot, hogy minden kis apró rezdülés külföldről azonnal megérez az egész gazdaság. A, az a fajta technológiaváltás, amiben nyakig benne van a világ, az például Orbán Balást, hogyha esetleg elolvasták az Indexnek adott mai interjúját, ő a miniszterelnök politikai igazgatója, szóval az szerint egy komoly lehetőséget jelent, és ez a keletről érkező technológiai ipar, ami Magyarországon megjelenik, azt mondja Orbán Balázs, hogy ezért nagyon nagy verseny folyik az országok között, hogy náluk telepedjen le. a versenyt úgy értelmezem, hogy ha Magyarország versenyez ezekért a beruházásokért, akkor ezt úgy tudja megoldani, úgy tudja rábírni a befektetőt, hogy mindenki másnál jobb feltételt kínál, ez pedig azt jelenti, hogy ezt a versenyt megnyerjük, hogy mi hajlandók vagyunk annyit fizetni, több mindenben, jogi szabályozásban, konkrétan támogatásban, mi megadjuk azt az árat, amit már senki nem érez úgy, hogy neki ezért megérni, de nekünk mégis megéri. Ez megint lehet, hogy annak a, annak a gondolatnak a megnyilvánulása, hogy mi odafutunk, ahova majd a labda érkezni fog, a többiek már gondolatban le vannak maradva. Hát, tipikusan a napi gondolkodás és nem az előrelátás. Hát bár egyébként, ha oda futnánk, ahova, ahova a labda majd pattanni fog. Egyébként, amit ügyvédő mondott arra, hogy nagyon sok az EU-ból érkező, az utóbbi húsz évben érkező forrás az korrupció áldozatává vált, ez azt gondolom, hogy igaz. De legalább annyira igaz az is, hogy hogy valóban rosszul kerültek elköltésre ezek a pénzek. Infrastruktúrális befektetésekre és a humán erőforrás fejlesztésre viszont gyakorlatilag semmi. Az, hogy a... Rettentő, pedig egy bocsánat, csak hogy ahova, ahova a labda pattani fog, arra pontosan így lehet felkészülni, arra egy megfelelő oktatási rendszerrel, megfelelő képzési rendszerrel és olyan gazdasági környezet megteremtésével, ami hosszú távon a magyar gazdaság és a, ennek a magyar szereplői számára ideális se teszi az országot a működésre. Így lehet felkészülni arra, hogy hova fog pattani a labda. Hogyha már az Iváncsai Akugyár meg a magasan szálló vagy jó helyre pattanó labdákról beszélünk, akkor van ehhez kapcsolódóan némi információnk, megnézzük azonnal. Mutatunk Önöknek egy számot. Ez a szám pedig úgy néz ki, hogy 609, a mértékegysége pedig ember, illetve munkavállaló. Az Iváncsai akkumulátorgyárról van szó, szóval, onnan több száz dolgozót, főként kölcsönzött munkaerőt és vendégmunkást küldtek el. Műszak közben mondták nekik azt, hogy viszontlátásra köszönjük szépen, ennyi volt. Az Iváncsai akkugyár kapcsán pedig vannak azért érdekes körülmények. Egyrészt ez az üzem, illetve a dél cégnek az itteni leányvállalata 170 milliárd forintot kapott arra hogy munkahelyeket teremtsen, most 600 dolgozót küldtek el. Ez az a cég, illetve az anyavállalat dél koreában amelyet a Standard and Poor's Global Rating bóvli kategóriába sorolt, és ennek a lényege az, illetve az indokai között az szerepel, hogy csökken az akkumulátorok iránti kereslet. Az a nagy felfutás, amit prognosztizáltak, az nem látszik bejönni, és a pénzügyi elemző cégek is így gondolják ezt. Tehát őrs az LMP részéről egyébként pont ezzel a 170 milliárdos állami munkahelyteremtő támogatással kapcsolatban fogalmazott úgy, hogy talán ezt a kormánynak azok után, hogy kirúgnak 609 embert vissza kéne követelnie, fejenként egyébként 87 millió forintot jelent ez munkavállalónként, ekkora támogatást kapott az üzem. Az eredmény jelen pillanatban az, ami, és hogy a perspektíva mi az Imáncsa Jakúgyáról, arról talán éppen a cég tud a legtöbbet, amikor úgy dönt, hogy az üzem bővítését, illetve egy újabb üzemetcsének az építését elhalasztották a korábbi tervekhez képest. Nem tudjuk, hogy az akkumulátoripar a jövőben mit hoz, minden esetre most van egy ilyen ügy, beszélgetünk erről is. Na hát szóval ez egyelőre egy szám, 609, aki ebben 609 ben van nekik, ez nyilvánvalóan sokkal többet jelent, de arról is szól, hogy itt kölcsönözött munkáról és vendégmunkásokról van szó. Tehát épp az a kitörési pont, amelyet a kormány megjelölt, illetve amelynek kapcsán intézkedéseket is hozott, az legalábbis ennek az üzemnek az esetében az nem jött be. És akkor van itt még egy fontos körülmény. Arról is beszél egyébként Orbán Balázs, tényleg olvassák el ezt az interjút az indexen, arról is beszél, hogy az amerikai liberális politika az nagyban árt a világgazdaságban, azon belül természetesen azoknak az ágazatoknak, amelyeket Magyarország is képviselni igyekszik, illetve a keleti nyitás politikájával szembe megy. A Biden kormányzatot ostorozza, az kimarad ebből az interjúból a szaktárs sem teszi fel ezt a kérdést, illetve Hormán Balázs is elfelett átliben, hogy a kereskedelmi háborút Trump indította Kínával szemben, ő hirdette meg azt, hogy Kínából az üzemeket telepítsék haza az Egyesült Államokba, illetve a tőkét meg a technológiát ne vigyék továbbra is Kínába. 60 os büntető vámok is már szóba kerültek az elektromos autókra, Kínából érkezőkre. Biden erre most rásrófolt, hogy 100, de egyébként 100 os büntető de nyilván kampány van. De az látható, hogy az Egyesült Államok az be akar fékezni, Trump is és Biden is a kínai elektromos autóknak, ami a piacukat csökkenti, a termelését csökkenti, és kevesebb akkumulátorra lesz szükség. Ez mindenféleképpen piac szűkülést fog majd jelenteni a következőkben. Bármi is legyen az amerikai elnök választás eredménye, és akkor még az az európai folyamatokról ne is beszélgessünk. Tehát Iváncsát, Csát, amelynek a nevét nem sokan ismerték talán még régebben itt Magyarországon sem, ebben a kontextusban elhelyezve talán kicsit meg másképp látjuk. Az Egyesült államokat most rakjuk félre, hát az Európai Unió is fellép a kínai expanziós politika ellen, gazdaságpolitika ellen, és ennek tárgya az elektromos autógyártás is, tehát nem csak az Egyesült Államok privilégiuma, az, hogy Orbán Balázs mit mond, hát mondjuk nem ő a mérce, azért ezt úgy csöndbe zárója be. Csak a kormány gondolkodásmódját tolmácsolva szeretnék a világaz, hallani, akkor ez A világgazdasági folyamataiban sem ez a mérce, és nem a magyar kormány álláspontja a mérvadó. Lehet itt szídni, mert ez így jó hangzik a liberális közgazdászokat, meg én nem tudom ki mindenkit, de az a helyzet, hogy a piac azért elég sok mindent meghatároz, és a piac nincs arra figyelemmel, hogy éppen a magyar kormány egyik alakja mit mond, vagy mit nem mond. Egy biztos, ö, mi adófizetők megfizettük ennek az árát. És itt mindig az a kérdés, hogy persze jó dolog, hogyha Magyarországon fejlődik valami, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Hát itt a 170 milliárdot nem a NER lovagok zsebéből fizették ki, hanem a mi adóforintjainkból fizették. És úgy, ahogy szerkesztő mondja, nem hiszem, hogy ezt valahogy majd vissza fogják fizetni, mert a dél nem, hogy mondjam, szociális értékenységükről híresek, az ottani munkamorál az teljesen más, a keleti nyitás kapcsán ezt is el lehetett volna lesni, hogy ott hogy foglalkoznak a munkavállalókkal, a szakszervezetekkel és így tovább. Szóval megint egy ráfizetéses üzlet, de ha megnézzük az utóbbi években, a magyar kormánynak csak ráfizetéses üzletei voltak, a lélegeztető géptől kezdve sok minden el. Ugye, hogy értékeljük ezt a 170 milliárdot. Szóval úgy néz ki, hogy az Európai Unióval jóban vagyunk, hogy idején az Európai Uniós adófizetőknek a pénze, amiből lehet gazdaságot, társadalmi ágazatokat fejleszteni, ami idővel megenik a GDP-ben is. Ez most nagyon konyhai közgazdaságtan volt, de itt azért nagyjából értsük. Itt egy másik modell van. A magyar állam ad pénzt egyébként tőkerős vállalkozásoknak arra, hogy itt profitot termeljenek. Ugye ez akkor éri meg, hogyha 170 milliárdot fizetünk egy iváncsai akugyárnak, hogyha idővel 171 milliárdot már visszafizetett valamilyen formában a magyar. Egyszer visszafizeti a 170 milliárdot, mert megtermelés adóban bejön, és még utána plusz adóbevételek lesznek, tehát elvileg ez tud pozitívvá válni. Most épp itt nem ezt látjuk. De ettől még tud, tehát most elvi szinten én ezt nem zárom. Hát ezzel ugye az a probléma, hogy csak az előző gondolatomat tulajdonképpen, vagy gondolat mellettemet tudom folytatni, amikor arra beszéltem, hogy a, a, probléma az az volt főleg az elmúlt húsz évben, hogy az eu forrásokat nem megfelelőképpen, nem a megfelelő uh, humán erőforrás fejlesztésre költötte a magyar állam annak többek között ez az eredménye, annak az az eredménye, hogy, hogy, hogy ö, ö, a, a gyakorlatilag a kormány kiválasztott egy területet, azt mondta, hogy mi már pedig hatalom leszünk, gyakorlatilag ezért semmi nem drága, és ettől tesszük függővé az országgazdasági jövőjét legalábbis nagyon nagy mértékben. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy egy flexibilis a szabad piaci kihívásokra reagálni képes munkaerőt hozok létre, amelyik többek között emiatt, és, és a hozzáadott értéke miatt lehetne vonzó akár a külföldi befektetők számára is. És nem összeszerelő üzemként működnénk, amit ugye már olyan sokan mondtak el. Ezzel nem az a probléma. A flexibilis munkaerő annyira flexibilis, hogy jelentős részben elhagyja az országot. Tehát az egy másik csapda, hogyha arra sokat költ egy ország, akik meg elmennek aztán végéig. Hát igen, tehát egy gazdaságpolitika nem érhet itt véget. Tehát ez, ez az egyik fel a történetnek. Nyilván olyan gazdasági körülményeket kell teremteni, emellett, hogy ez a munkaerő aztán ne akarja otthagyni az országot. De azt gondolom, hogy ez egy fontos téma ebben, a, amiről beszélgetünk, hogy itt a bevezetőben szóba került, hogy az egyik oka annak, hogy elbocsátásokra került sor az az, hogy, hogy csökkenőben látszik a, az igény az akkumulátorokra és az elektromos autópiac legalábbis megingott, amivel nincsen probléma, így működik a piac, ez rendben van. Itt az a probléma, hogy erre az egy dologra tette fel a kormány az ország következő éveit. És még csak számukra pedig nem az, 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 az nem első az leges a... hogy erre megadó ezer milliárdokat költött. Így on, és Én nem az, az a probléma, hogy rosszul választott, az a probléma, hogy választott. Nem szabad egy pillérre fölépíteni minden. Nagyon de... röviden, tényleg nincs már egy percünk se, és én egy lmp politikus nem fosztanék meg attól, Na. hogy akkumulátorgyár ügyben még legyen lehetősége megnyilvánulni. Köszönöm szépen, akartam is a végére mondani, hogy az, hogy a vendégmunkásokat bocsátották el, az pont azt jelenti, hogy a legkönnyebben kirúghatókat, akik egyébként azért voltak ott, hogy lenyomják a magyar dolgozók bérét, mert hiszen, hogyha importálhatunk olcsó munkaerőt, akkor a magyar emberét is lenyomhatjuk. Ez az egyiket jelenti. A másik az, hogy nem számoltuk hozzá a költségekhez, ugye azokat a természeti erőforrásokat, amit itt elhasználnak. És a harmadik pedig, hogy 87 millió forint per dolgozó mikor kapott bármelyik kis és középvállalkozás ennyit csak úgy, hogy tessék és használt fel. Soha. Ez itt a legnagyobb probléma én most itt megfogadom, hogyha kis és középvállalkozó, vállalkozó leszek, akkor ennek a felét is el fogom fogadni, hogyha úgy adódik és teremtek fejenként annyi munkahelyet, ahányszor 45 millió forintot kapok. Gály Józsefnek, az LNP részéről, Ransburg Zoltánnak, a Republikon Intézettől, valamint Zavenség Péter ügyvédnek köszönöm szépen a beszélgetést. Gyorsan nézzük meg, hogy mi volt az önök véleménye, azt illetően, hogy a magas részvétel, ha az lesz, kinek kedvez, a Fidesznek vagy az ellenzéknek. Szerintem radikális változás nincs, de nem súgott senki. Valóban így van, 17% szerint ez a Fidesznek kedvez, 83% pedig az ellenzéknek. Köszönöm késő tartó figyelmüket, vigyázzanak egymásra is, magukra is éjszakát. Viszontlátásra!